Köszöntöm Önöket, Nézőpont című műsorunkat látják. Ma is két témával foglalkozunk. Március 22-én ünnepeltük a Vízvilágnapját, szerte a városba számos programmal várták a gyerekeket. Az utóbbi napokban pedig a megyében három kormányablakot is átadtak. Ügyfélbarát egyablakos ügyintézéssel várják a polgárokat. Erről láthatnak most egy rövid összeállítást. Legyek a szél, mely hordja a magot, de szirmát ki nem bontja a virágnak. És az emberek, mikor a mezőn járnak, a virágban hadd gyönyörködjenek. Egy Reményik Sándor verssel kezdődött el szerdán a siklósi kormányablak megnyitó ünnepsége. Az intézmény a Pécsi és a Mohácsi után a harmadik a megyében. Célja pedig az, hogy a közigazgatás alacsonyabb költséggel hatékonyabban és ügyfélközpontúan működjön. Ha bejönnek ide, nem biztos, hogy meg tudják különböztetni egy banknak, egy nagy mobiltelefontársaságnak, vagy egy fizetős klinikának az ügyfélváró termétől, hiszen igyekeztünk magyar dizájnerek segítségével a lehető legjobb színvonalú ügyfélteret is kialakítani, és nem csak a szolgáltatást úgy nyújtani, hanem az befogadó helyiséget is úgy kialakítani az ország minden pontján, hogy ki érezze, hogy itt fontos számunkra. A siklósi járási kormányablak hétköznapokon 8-tól 20 óráig tart nyitva, ahol összesen 266 ügytípus intézésére nyílik lehetőség. Nem csak a hétköznapi civil ügyek intézése szempontjából fontos a kormányablak, hanem a vállalkozói szféra is szerintem igénybe fogja venni mindezt, hiszen itt azért igen intenzív vállalkozói szféráról, rétegről beszélhetünk, tehát én úgy gondolom, hogy az ő életükben is egy rendkívül nagy segítség. Az ügyintézés folyamatosságát és gyorsaságát garantálja a kormányablakban dolgozó 14 tapasztalt ügyintéző és az összesen 8 munkállomás, ahol nem csak az ügyfelek kérelmeinek befogadása, hanem a feldolgozása is megtörténik. A siklósi járásban nem csak ez az egy kormányablak fog működni már középtávon, hanem a közeli Villányon és a még közelebbi Harkányon is a jelenlegi okmányirodákból kormányablakokat hozzunk létre. Sőt, ebben a járásban Beremendet is megemlíteném, mint nagy települést, ahol a kormányhivatalnak ma is működik egy kirendeltsége. Hargita János elmondta, a legfontosabb számukra az, hogy a kormányablakokban segítséget kérő ügyfelek elégedetten távozzanak tőlük, ugyanis az azt is jelenti, hogy az ügyüket a számukra megnyugtató módon sikerült elintézniük. Stúdióban vendégem Hargita János kormány megbízott úr, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm a lehetőséget. Siklóson, Mohácson és Pécsett adtak át kormányablakot. Mit kell tudni ezekről az új típusú ügyfélfogadó helyekről? Hát egyrészt az, hogy ez csak a kezdet, ez a három kormányablak, ugye, mert a terveink szerint minden járás székhelyen lesz egy kormányablak, itt Pécsen, ez az egy nagyváros 4, és két kisebb helyen, ami nem járás székhely, Villányon és Harkányon is lesz egy kormányablak, így összességében Baranyában 15 kormányablak jön létre, ezeken már mind az előkészületek során dolgozunk, és ugye ebbe a kormányzati ciklusba belefért ennek a háromnak az átadása. Az attól új típusú kormányablak, hogy a régi kormányablaknál, ami eddig az egészségbiztosító épületében működött, annál ezek a kormányablakok többet tudnak. Az egyébként meg is szűnt azzal, hogy itt Pécsett megnyílt egy új helyen egy kormányablak. Több ügykört tudnak fogadni. A kormányablak funkció és az okmánykiadás, tehát az okmányirodai funkció egy helyre kerül ezekbe a kormányablakokba. Nyújtott nyitvatartással fogadjuk nyilvánvalóan az ügyfeleket. Hát az ügyfeleknek nyújtott, nekünk ez normális, hogy reggel 8-tól este 8-ig várjuk az ügyfeleket, még ebédidőbe is. Sőt, arra ösztönzöm a pécsieket, vidékieket, akik keresik ezeket az államigazgatási szolgáltatásokat, hogy merjenek nyugodtan munkaidő után minket megkeresni, mert a munkatársai munkaidő után, nekik munkaidő után is rendelkezésükre fognak állni. Azt szokták mondani, hogy most az akták mennek gyakorlatilag a polgárokhoz, nem pedig fordítva. Mit jelent ez pontosan? Milyen típusú ügyekkel kereshetik fel a kormányablakokat? Hát mondok néhányat. Családtámogatással kapcsolatos ügyek, családi pótlék igénylés, egyes anyasági segély, hogy mondjuk egy érdekört mondjak, tulajdoni lapmásolat, egy más területről beszélek most már, vagy hiteles térkép másolat, amit ebbe a kormányablakba kérni lehet, egyszerűsített honosítási kérelmek, építési igazgatással kapcsolatos ügykörmök, őstermelői igazolvány kiadása,
aztán a klasszikus okmányirodai tevékenység, amiről beszéltem, tehát személyi okmányok kiadása, gépjárműügyintézés, tehát jogosítvánnyal és autóval kapcsolatos ügyek, vállalkozói tevékenység, regisztráltatása, indítása, mindenfajta igazolvány, diák igazolvány, pedagógus igazolvány, ez egy nagyon szertágazó ügy, ezek mind ezen a helyen intézhetők. Összességében azt mondhatnám, hogy most ezekben az új kormányablakokban 250 ügytípus fogadására vagyunk képesek, ezek most csak ilyen nagy csoportok voltak, amit az előbb felsoroltam, és ez bizonyos fejlesztések után 2500 fölé fog felmenni. Azért hívjuk ezt az egyablakos ügyintézés helyszínének, amire ön ugye mond, amit ön a kérdésében gyakorlatilag állított. Az ügyfél erre az egy helyre eljön, nem kell bolyongani a város több pontján is megkeresni 1000 kormányzati intézményt, hanem ezt az egyet, és onnantól kezdve ott beveszik az ügyét, vagy ott helyben elintézik, ha ez egy ilyen típusú ügy, vagy, ahogy ön fogalmazott, az akták elektronikus úton bolyonganak a város különböző intézményeibe, jönnek vissza, és az ügyfél az ügy elintézéséről értesül majd egy megfelelő eljárási rendben. Tehát az ügyfelek idejét akarjuk megkímélni, hogyha egy ügye van velünk, akkor ne menjen erre rá 3 napja, mire végigjárja az összes hivatalt, hanem egy helyen történjen az ügyintézés. Ez az egyablakos ügyintézésnek a lényege. Vagyis a jó állam koncepcióján belül sokkal többet akarunk nyújtani az ügyfeleknek, mint amit tegnap megszokhattak. Nem beszélve arról, hogy hát az a millió, ahova be fognak jönni az ügyfelek, amikor a kormányablakot keresik, hát az egészen más lesz, mint amit eddig megszoktak. Leginkább gyakorlatilag egy bankhoz hasonlít egy ilyen kormányablak, hogyha a Pannon TV-t nézők sokasága nyilvánvalóan nem minden nap jár a kormányablakba, de körülbelül azt a milliót kell elképzelni. Tehát ez a visszafogott, letisztult elegancia, ahol rend van, ahol átlátható az a tér, ahol a kormánytisztviselők dolgoznak, ahol a kormánytisztviselők előzékenyek az ügyfelekkel kapcsolatban, és mindenben a segítségükre vannak. Ugye sokszor beszéltünk már arról, hogy van egyfajta szorongás, vagy hát eddig volt az emberekben, hogyha ügyet kellett intézni. Pont ezt is szeretnék most megszüntetni. Így van. Tehát, hogyha egy olyan rendszerrel találkozik az ügyfél, aki persze csak alkalmanként találkozik ilyen árami rendszerrel, amit eleve nem lát át, akkor az ügyfél bizonytalan és bizalmatlan az ilyen rendszerekkel szemben. Ezért akarunk mi mindent egy helyre koncentrálni. Ezt a rendszert ő át fogja látni. Nem ő neki kell megfejtenie azt az államigazgatási rejtvényt, hogy na, egy adott ügyem elintézése, hova kell nekem elmennem, milyen busszal, merre kell közlekednem, hogy mindent meg tudjak csinálni egy nap alatt, vagy több napom rámegy, hanem mondom, elmegy ebbe a kormányablakba, ami egy találkozási pont az ügyfelek és az államigazgatás dolgozói között. Ott felkészült ügyfelek, felkészült kormánytisztviselők fogják őket várni, és mindenben a segítségükre lesznek. Ezek a kormánytisztviselők erre a munkára ki vannak képezve Baranya megyében, ahhoz, hogy majd az összes kormányablakban ilyen felkészült kormánytisztviselők legyenek. Több mint 220 embert képeztünk ki erre a speciális feladatra. Ők nem csak azt tudják, hogy hogy kell mondjuk egy okmányt kiadni, hanem mondjuk konfliktus kezelésre is kaptak képzést. Tehát a lelkiségüket is úgy akartuk felépíteni, hogy empátiával rendelkezzenek, az ügyfeleket tekintsék mindennek, a legfontosabbnak, és mindenben akarjanak az ügyfeleknek segíteni. És ezt az új szellemiséget az ügyfeleknek érezniük kell. Ha nem érzik, akkor nem csináljuk jól a munkánkat. Mindenki számára elérhetőek ráadásul, hiszen mindegyik kormányablak akadálymentesített. Így van, hát ez természetes. Ugye ezeket a kormányablakokat uniós forrásokból építjük ki. Ez országos szinten vagy 30 milliárd. Egy ilyen átlag kormányablak, az átlag költségre akarok utalni, amiből mi egyet megépítünk, az egy olyan 35-30 és 40 millió közötti összeg, és magától értetődőek ezek, akadálymentesek. A fülkéket, a fotófülkéket, ugye, ahol lefotózzák az illetőt, ha személyigazolványt akar csinálni, azok is úgy vannak kiképezve, hogy tolószékkel is be lehet menni ezekbe a fülkékbe. Nyilvánvalóan a mosdó használat és minden az kerekes székesek számára is rendelkezésre áll. Azoknak, akik hallássérüléssel szenvednek, vagy már tehát valamelyest nagyot hallanak, azoknak is megvan az a technika beépítve a kormányablakba, hogy az ő speciális
hallásgondjukon, és ott a velük kommunikáló kormánytisztviselők hát segíteni tudjanak. Tehát mindenfajta fogyatékkal, nehézséggel, betegséggel élő ember is bátran jöjjön közénk, mert ott őket is tökéletesen ki tudjuk szolgálni. A mohácsi kormányablak egy plusz szolgáltatással is bír, ugye Pécsen kívül Mohácson lehet még állampapírokat vásárolni. Így van, így van. Ugye az állam, a kormány az arra törekszik, hogyha valakinek megtakarításai vannak, mert persze van, hála Istennek, az embereknek megtakarítása, ha csak egy dologra utalok, mondjuk a rezsicsökkentésből maradt megtakarítást, ha nem kell gyerekre és napi cikkekre elkölteni, akkor azért a normális baranyai meg pécsi ember az amennyire teheti, nyilvánvalóan takarékoskodik. Az állampapírok az egy jó megtakarítási forma, mert viszonylag jó hozamot ad, és az állam ott van garanciaként, hogy aki állampapírt vásárol, az biztos, hogy a pénzéhez fog jutni. Azért az állam arra is törekedett, hogy egyre több helyen lehessen elérni ezt a szolgáltatást, hogy állampapírokat lehessen vásárolni. Ezt először csak Pécsen lehetett, az államkincstári épületében, tehát a kormányzati rendszerben, már Mohácson, ebben a kormányablakban is az államkincstár dolgozói az ügyfelek rendelkezésére állnak. És ha ez minden a szándékaink szerint alakul, akkor ez más vidéki helyszíneken is biztosított lesz. A beszélgetés elején említette, hogy ez csak a kezdet. Hány kormányablakot terveznek még, hány kormányablak kerül? Ugye az országban több mint 300 fog létrejönni, de ami minket jobban érdekel, az Baranya. Itt a koncepció az, hogy minden járás székhelyen lesz egy kormányablak. Ahogy említettem, Pécsen, mert az egy nagy város, itt összességében 4 lesz a város különböző pontjain. Azt, amit átadtunk, ugye az a PMSC pálya mellett van az Uránál városban, arra törekedtünk, hogy ez egy jól megközelíthető hely legyen, hogy parkolni lehessen, hogy tömegközlekedéssel el lehessen érni, hogy a vidékiek, mert ezt a pécsi járásiak is használni fogják, és meg tudják közelíteni. Lesz egy abszolút a belvárosban, a Kossuth téren, ahol most egy okmányirodánk működik, abból is kormányablak lesz, a vasútállomás átépítése, felújítása zajlik, az egy gyönyörű épület lesz, mint ahogy valamikor megépítették a századfordulón, abban is lesz egy kormányablak. És a FEMA, nagyon ronda állapotban van a FEMA, de valahol ott a környéken is, tehát a Kertvárosban is készül egy kormányablak. És a siklósi járás az attól speciális, hogy nem csak Siklóson, amit most már ugye tegnap átadtunk, hanem a közeli, Siklóshoz közeli Harkányon is, Villányon is lesz egy kormányablak. Az ilyen szempontból jó is, turisztikailag látogatott térség, termálvész, borturizmus, tehát ott van ilyen szempontból forgalom és idegenforgalom, jó, ha ezek az emberek elérik ezeket a szolgáltatásokat. Tehát a Villányi és a Harkányi okmányiroda bázisán, mert ott eddig is volt okmányiroda, nem vonulunk vissza, hanem ott maradunk is, ezekből is csinálunk egy kormányablakot. Így összességében Baranyában 15 lesz, remélem egy jó év távlatában mind a 15 már működőképes lesz. Mi ott leszünk a következő kormányablakok átadóján. Köszönöm az érdeklődésüket. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm. Másik témánk a vízvilágnapja, erről láthatnak most egy rövid összeállítást. Ahhoz, hogy egészen a TV toronyig eljutassuk az ivóvizet, elég sok energia szükséges, és különböző ilyen nyomásfokozó gépházak, ahol gyakorlatilag a szivattyúk emelik fel a vizet egyikről a másikra. Így működik a város vízellátása. Pécs 7 különböző nyomás zónából áll. A makett azt mutatja, hogy jut el a víz a város minden háztartásába. Mosogatás, fürdés. Elsős kisdiákok látogattak el a Tettye forrásház vízkincstárába, ahol játékos feladatokon keresztül ismerkedhettek meg a szolgáltató munkájával, valamint azzal, hogy mennyire fontos és nélkülözhetetlen az egészséges ivóvíz az életünkben. Víz és energia, ez az idei Nemzetközi Vízvilágnap központi gondolata, hiszen egyik sincsen a másik nélkül, minden energiaforrás hasznosításához víz szükséges, ugyanakkor a csapokig nem tudnánk eljuttatni az ivóvizet energia nélkül. Pécsett egy átlagos napon 22-25 ezer köbméter ivóvíz fogy, nyáron a kánikulában ez a fogyasztás 30 ezer köbméterig is megemelkedhet. A Tettye forráshez szennyvíz telepére minden nap 26 ezer köbméter szennyvíz kerül, ugyanekkor a mennyiséget meg is tisztít a szolgáltató 24 óra leforgása alatt, és visszajuttat a természetbe.
A stúdióban vendégem Csöngei Adrián, a Tettye Forrásház ZRT sajtószóvívője. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszöntöm a nézőket. Március 22-én ünnepeljük a Vízvilágnapját, és már hagyománya van Pécset, hogy ilyenkor különböző programokkal várjátok egy héten keresztül a gyerekeket. Minden évben megpróbálunk valami érdekeset, valami újat hozzátenni a programokhoz, legyen az akár mondjuk egy szikvízpalackokból összeállított kiállítás, vagy mondjuk a 2 évvel ezelőtti program, amikor Pécsváros legöregebb víztározóját vízhelyett fénnyel töltöttük meg, és ebben a kaskaringós labirintusban mehettek végig a gyerekek. De egy dolog van, ami mindig állandó, az pedig a kulisszák mögé való betekintés. Hiszen azt gondolom, hogy ezen a napon a víz van a figyelem középpontjában, ugyanakkor van egy másik olyan kincs is, ami a föld alatt van, a lábunk alatt, mégis sokkal kevesebb szó esik róla. És ez pedig az a sok-sok kilométernyi cső, vezetékhálózat, azok a szivattyúk, azok a kutak, amik azt biztosítják, hogy itt Pécsen és a környező településen élőknek az természetes legyen, hogyha megnyitják a csapot, akkor abból mindig egészséges és biztonságos ivóvíz folyik. Úgyhogy ezeken a programokon a vízszolgáltatásnak a ritkán látott hátterébe próbálunk betekintést nyújtani. Gyakorlatilag azt mutatjuk meg, hogy mi van a lefolyónak, illetve mi van a csapnak a másik végén. Minden évben ugye más szlogenje van a Vízvilágnapjának, ami nemzetközileg mindenhol ugyanaz. Idén a víz és energia. Mit jelent ez pontosan? Minden évben próbálnak olyan aktuális, globális jelenségek felé fordulni, felhívni erre a figyelmet, ami tényleg nagyon fontos. Idén a víz és energia, az azt jelenti, hogy egyik sincs a másik nélkül. Tehát, hogyha belegondolunk, akkor minden energiaforrásnak a hasznosítása vizet igényel, legyen az mondjuk a bányáknak a művelése, vagy a finomítás, de ugyanígy a hőerőműveknek a hűtése sem menne víz nélkül, és ugye ez fordítva is igaz, tehát mi sem tudnánk eljutatni a vizet az otthonokba, energia nélkül, ez mind nagyon energiaigényes folyamat, és ebbe az irányba próbáltunk gondolatokat ébreszteni a gyerekekben, a Vízvilágnapján. Ugye a Szennyvíztelepen tartottunk nyílt napokat, ahol végigjárhatták az elhasznált víz útját. Én azt gondolom, hogy az semmi mással nem pótolható élményt jelent, hogyha valaki a saját orrával érzi, hogy milyen fázisokon megy keresztül az elhasznált víz, és a végén a saját szemével látja, hogy mennyire tisztítjuk meg ezt a vizet, és hogy kerül vissza a természetbe. Visszatérve egyébként a víz és energia kapcsolatára, ugye az elhasznált vízből is lehet energia, ennek példája szintén a pécsi Szennyvíztelepen épülő biogáz erőmű, és erre is fókuszálva hirdettünk például most a Vízvilágnapja apropóján egy makett építési pályázatot az iskolásoknak, aminek még nem árulhatom el a végeredményét, de egy-egy ivókutat nyertek a csoportos kategóriában a legjobb alkotást beküldő iskolák. Hogy tapasztalod, mennyire fogékonyak a gyerekek, és egyáltalán mi a célja ennek? Ugye azért ilyen kiskorban talán hazavisznek valamit a hallottakból a családokhoz. Mi azt tapasztaljuk, hogy ugye eleve kitüntetett figyelemmel fordulunk a gyerekek a fiatalabb korosztály felé, és meg kell, hogy mondjam, hogy egy nagyon fogékony, nagyon érdeklődő és igazán hálás közeggel találkozunk, hiszen kérdések tucatjait szegezik a kollégáknak folyamatosan, onnantól kezdve, ami például most a héten merült fel, hogy ha egy földrengés lenne Pécsen, akkor vajon ez a víztározó, ezt hogy bírná, mi történne vele, egészen addig, hogy a Szennyvíztelepen a nyitott medencékkel mi történik, befagynak-e, vagy hogyha sok az eső, akkor túlcsordulnak-e, és hát a szakemberek igyekeznek állni a sarat és válaszolni ezekre a kérdésekre a legjobb tudásuk szerint. Én azt gondolom, hogy a saját eszközeinkkel próbáljuk megmutatni azokat olyan ismereteket próbálunk átadni, amivel nem biztos, hogy találkoznak az iskolában, és hogyha ezt hazaviszik, akkor ez jó, hiszen a jövőnk kulcsa ez a generáció, és a jólétünk múlik azon, hogy ők hogyan őrzik meg, és hogyan állnak hozzá a vízkincshez. Pécs ugye elég speciális város abban a tekintetben, hogy hogy lehet a legmélyebben fekvő pontokból a legmagasabb pontokig eljuttatni a vizet, ugye nagyon nagy a szintkülönbség, és pont erre is építettetek idén egy
egy makettet, ami ezt ábrázolja. Ezzel azért minden nap megküzdötök, hogy akár a tévétoronyban is legyen víz. Ez így van, tehát nagyon sok munka és bizony egy energiaigényes folyamat odáig eljutatni a vizet. Pécs városa egyébként 9 nyomászónából áll, és ahhoz, hogy a legtetejére is eljutassuk a vizet, 7 nyomászónából és 9 magasháznyi különbséget, szintkülönbséget kell leküzdeni. Ez egyébként annyi energiát tesz ki, amennyi 200 háztartásnak az energiaellátását fedezni egy-egy hónapban. Tehát mi a magunk módján modellekkel, makettekkel mesélünk a gyerekeknek, akik egyébként nagyon fogékonyak a különböző ilyen gondolatkísérletekkel kapcsolatban is. Tehát például most vezettük végig a héten, hogy víz nélkül mi nem lenne. Persze nagyon sok más fontos dolgon kívül, ugye nem lenne több szelfizés a mobillal, vagy posztolás a Facebookon, vagy zenehallgatás, hiszen ezeknek a készülékeknek az előállításához műanyag kell, ami pedig nagyon sok vizet emészt fel, de ugyanígy abszolút egy sztereotípiánál maradva, mondjuk este szárazon ropogtatnánk otthon a komlót a tévé előtt ülve, hiszen a sörhöz is nagyon sok víz kell, és hát a tévét nem tudnánk nézni, mivel ahhoz áram szükséges, amihez szintén víz szükséges, és így tovább. Létrehoztatok néhány éve egy nagyon érdekes helyiséget, a vízkincstárt. Mit lehet erről tudni? A tavalyi vízvilágnapja apropóján alakítottuk ki ezt az állandó kiállítást, ez egy interaktív tárlat, mivel évközben is rengeteg felkérést kapunk az iskoláktól. Ugyanakkor a vízszolgáltatásban résztvevő területek, létesítmények, ezek többnyire vízbázisvédelmi helyen fekszenek, és hát működő üzemek. Éppen ezért alakítottuk ki ezt a bemutatótermet, ahol eleget tudunk tenni ezeknek a felkéréseknek. Ezt egyébként ki is ajánlottuk az iskoláknak, környezetismereti, természetismereti órák helyszínéül. Ez a Damjanics utcában található, ami ráadásul egy szimbolikus helye a pécsi vízszolgáltatásnak, hiszen 1892-ben a Tettye forrásházzal együtt itt nyitották meg, és ebben az egykori gépházban alakítottuk ki ezt a kiállítást. Ez az ősfás kerttel együtt várja a gyerekeket. Itt egyébként egyrésztről a római kortól indulva korabeli dokumentumokkal, sajtóhírekkel, relikviákkal próbáljuk meg azt bemutatni, persze olvasmányos és kicsit egyszerűbb módon, hogy milyen fontos szerepet töltött be az ivóvíz és a szennyvízhálózat fejlődése abban, hogy Pécs egy modern nagyvárossá válhatott. A másik részében pedig interaktív játékokkal osztunk meg érdekességeket, titkokat a pécsi vízellátásról, a pécsi ivóvízről, úgyhogy itt a gyerekek kiélhetik akár az akvadukt építésében a mérnöki tudományukat, építési kedvüket, tehát ez egy ilyen kettős kiállítás. Az utóbbi évtizedekben egyre nagyobb hangsúlyt kapott, hogy mekkora harc folyik az egész világon az egészséges ivóvízért. Pécset egyébként egy átlagos napon mennyi vizet használnak fel az emberek? Pécset és a környező településeken, de én azt gondolom, hogy Magyarországon is inkább az a tendencia, hogy csökken a vízfogyasztás. Ma átlagosan itt olyan 22-25 ezer köbméternyi ivóvíz fogy el egy-egy napon. Ez a forróbb kánikulai napokon 30 ezer köbméter körül emelkedik, de a vízvilágnapjának például a szerepe az is, hogy igenis ráirányítsuk erre a figyelmet, mivel azt tudjuk, hogy mondjuk Afrika messze van, és nem olyan problémákkal kell küzdenünk, de például 2 évvel ezelőtt soha nem látott mennyiségű, az esőzés miatt soha nem látott mennyiségű szennyvíz jutott el a szennyvíztelepre, és kellett azzal megbirkóznia a rendszernek. Most már nyaranta mindennaposak a hőségriadók, és a Tettye forrásház a több vízbázisnak is szerencsére, és a karbantartásnak, a rendszeres fejlesztéseknek hála minden körülmények közt, így a hőségriadók alatt is tudott elég mennyiségű és jó minőségű vizet biztosítani, de ez pár kilométerre vagy pár száz kilométerre már egyáltalán nem egy természetes dolog, hiszen már a mi életünkben ennek a globális vízháztartás változásának hatása van, akár a mi országunkra, a mi városunkra is. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és itt voltál velünk. A nézőknek pedig köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!